A Magyar Lovasterápia Szövetségnek a nyári terápiás táborán vagyunk, és ezen a táboron azok a gyerekek vesznek részt, akik évközben terápiára járnak, pszichológiai, gyógypedagógiai vagy gyógytorna terápiára. A táborunknak a fő célja és a fő témája az a környezettudatosság, illetve a környezettudatosságra való nevelés. Nagyon fontos azt a gyerekekben tudatosítanunk, hogy ez a környezet, amiben élünk, ahova mi beleszülettünk, ezért mi felelősséggel tartozunk. És a Varázslatos Magyarországtól kaptunk egy lehetőséget, arra nézve, hogy a fotós csapatát elküldi hozzánk, és megtanítja a gyerekeket fotózni. Különböző témákban feldolgoztuk a ló fotózásnak a rejtélyeit, tehát megmutatták a gyerekeknek azt, hogy a lovakat hogyan lehet lefotózni, milyen témákban, hogyan állhat rá a gyerekeknek a szeme arra a szépségre, ami a lovakban rejlik, ugye, amit magukból is sugároznak. És azt gondolom, hogy a fotózás azért nagyon fontos így a környezettudatosságra való nevelésben, mert nagyon sokszor a rohanó világunkban eltelik úgy az idő, hogy körbe se nézzünk, észre se veszünk, hogy milyen szép természeti környezetben élünk. És a fotózás az az egy dolog szerintem az életben, amikor az ember úgy igazán oda tud figyelni a környezetére, amikor így kiszúrja azt, hogy mik azok a szépségek, amik körbeveszik, és amikor megnyomja az exponáló gombot, akkor megmerevíti ezt a képet, és megtartja így az örökké valóságnak. És ezáltal azt gondolom, hogy a gyerekek, hogy részt vettek ebben a fotós foglalkozáson, észre tudták venni azt, hogy mik azok a szépségek, amik körbevesznek minket. Én úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült a fotózás, nagyon élvezték a gyerekek, és nagyon hálásak vagyunk a Varázslatos Magyarországnak azért, hogy lehetőséget teremtettek nekünk erre a lovas fotózásra, és remélhetőleg a jövő generációból már kikerülnek olyan gyerekek, akik egyrészt pályáznak később a fotóikkel, másrészt pedig ők úgy fogják alakítani a környezetet, hogy ez ilyen csodálatos maradjon, mint amilyen most is.